Buszmegálló. Reggeli hangulatjelentés. Mit szól ön ahhoz, hogy belátható időn belül nem lesz autópályaépítés Baranyában? Én föl vagyok háborodva. Az egész. Akkor majd esetleg 10 év múlva, nem? Szerintem jó lenne, ha lenne. Mindenképpen azt hiszem az idegenforgalomnak is jó lenne. Nem tudom egyébként. Én nem nagyon tudok hozzászólni, nem vagyok benne érdekelt, nincs autóm, nem vezetem. Úgyhogy engem ez ilyen értelemben hidegen hagy. Hát biztos mások nem örülnek nekik, de én nem tudok többet mondani erről a témáról. Hát hülyeségnek tartom, mert most jelenleg idegenforgalomból fog diplomázni, és mondjuk az autópályaépítést is fontosnak tartanám ahhoz, hogy Baranyát is látogassák a külföldiek. Nem csak Pécsre gondolok, elsősorban Ormánság, Keletmecsek, stb. És szerintem ez elősegíteni, hogyha gyorsabban, könnyebben eljutnának Baranyába az emberek. Szerintem bizonyos szempontból jó, mert nyugodt város maradunk. Nem jön ide a sok smog. Pécs mindig így egy ilyen kis nyugis város volt. Hát lehet, hogy munkahelyek szempontjából hátrányba leszünk, de előnye is, meg hátránya is vannak. Hogyha nincs összeköttetés a külföldi partnerekkel, meg a gondolom az árut nem tudják szállítani, akkor ez mindenképpen gond, úgyhogy biztos jó lenne a városnak, és kellene. Hát ez szerintem ez megint elfogja még ezt a érát jobban különíteni a országos forgalomtól. De mondom, én azt gondolom, hogyha a hatos utat rendesen négysávosították volna, már az is nagy segítség lett volna. Nagyon kellene felújítani legalább őket. Hát a meglévő hatos utat megnyitani, mert már úgy zöcskülődnek, hogy az szinte hihetetlen. Nem örülök neki, szóval szerintem az... Hát ez talán onnan tudható be, hogy hát ugye Pécs, ez nem fideszes város tulajdonképpen, és hát ugye most nincsenek jó viszonyban, tehát Pécs a országos kormányzattal, tehát szerintem ennél tudható be. Tehát az ilyen fejlesztések elmaradnak. Ez sajnálatos, hiszen már a meglévők is eléggé előregettek, de azt hiszem, hogy azért valahol a 21. században már szükségünk lenne rá, hiszen arra fele megyünk, nem? És Európa fele. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy szükség lenne. Meg vagyok döbbenve, mint minden tettén a kormánynak.